Itt a Máté Szalkai Innovációs Oktatási és Közösségi Központban is elindul majd áprilistól a kormány új felzárkóztatási projektje, az Aktívan a Tudásért program. Ennek célja, hogy az iskolázatlanságot, valamint a képzettség hiányából adódó munkanélküliséget csökkentsék Magyarországon. Ehhez hasonló kezdeményezés már volt korábban is a megyében Nagyecseden. 130 fő alap- és kulcskompetencia képzésbe vett részt, illetve 109 fő szerzett akkreditált vagy OKI szakképesítést. Ezek eredményeként elmondható, hogy a programban résztvevők 10%-a az elsődleges munkaerőpiacon el tudott helyezkedni, illetve további 10%-a volt az, aki valamilyen más képzésben, akár tovább tanulásban, érettségit adó képzésben, vagy egyéb szakképzésben bevonódott, és még jelenleg is folytatják a tanulmányaikat. A felzárkóztató projektek segítségével tudják integrálni azokat, akik általános iskolai végzettséggel, vagy még azzal sem rendelkeznek. Megszerettem újra a tanulást, és nem csak egyszerű háziasszony lettem ezáltal is, hanem nagyon nagy pozitív hatást adott, hogy elkezdtem tanulni, egy másik program keretében részt vettem, a falusi vendéglátásba, és sikeresen elvégeztem. Az áprilisban induló projektre 6,3 milliárd forintot fordít a kormány, közölte a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár Máté Szalkán. Cibere Károly kiemelte, a következő 4 évben 25 ezer főt szeretnének bevonni a programba, amelyben az alapkompetenciák mellett a gyakorlatban is megismerhetik majd a résztvevők a munkavilágát. A kormány célja, hogy a munkanélküliségi ráta még alacsonyabb legyen. A résztvevőket a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei szervezetei toborozzák majd. Fel fogja mérni az ő kompetenciáikat, a végzettségükhez, mihez értenek, mihez nem, és a mentorokon keresztül egy személyre szabott képzési, fejlesztési tervet fog összeállítani, és utána egymásra épülő képzéseken keresztül megpróbálja őket a már kiszemelt munkára, munkáltatóhoz kiközvetíteni. Tehát azt gondoljuk, hogy ez a mentorás és a kísérés a záloga annak, hogy valóban kézzelfogható eredménnyel tudjon egy ilyen fejlesztés megvalósulni. A program kiemelt jelentőségű a térségben, mert itt az országos átlagtól alacsonyabb a foglalkoztatási arány, közölte Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője. A mi kifejezést itt ugye három járás, a Baktalóránt, Házára, Máté Szalkar és Csengel értem, de itt hátrányos helyzetű emberek is élnek. Hogyha most nem a szegénységet, hanem a képzettséget nézzük, akkor ugye ez a program is arról szól, hogy ennek a társadalmi rétegnek, a hátrányos rétegnek hogyan tudunk új perspektívát nyitni, egy olyan képzés, egy alternatív képzési lehetőség, mint egy állami cég, hogy így mondjam, a Szociális és Gyermekjóléti Főigazgatóságnak az Innovációs Oktatási és Képzési Központja valósít meg itt. A programnak az is célja, hogy a funkcionális analfabétizmus csökkentése mellett minél több résztvevő szerezzen OK és végzettséget, vagy felsőfokú intézményben tanuljon tovább.